Ismét köszöntöm Önöket, kedves nézők! Dáviddal, Gertner Dáviddal folytatjuk a beszélgetést. Az első részben Dávid elmesélte a gyerekkorát, a fiatalkorát, hogy az hogyan tolta őt a homoszexualitás felé, hogy a saját neméhez kezdett vonzódni. Lányokkal ugye megértette jól magát, de férfiakkal nem, és ez a hiány ez e felé tolta őt. És most innen folytatjuk a beszélgetést. Ugye Dávid még elmondta azt is, hogy ő nem csak, hogy a saját neméhez vonzódott, hanem aztán melegbárokba kezdett el járni, és belekerült a gyakorlatilag a prostitúcióba is. Innen folytatjuk, úgyhogy köszönöm, Dávid, hogy tudjuk veled ezt továbbvinni, mert azt hiszem, hogy az igazán beszédes része az interjúnak és a történetednek az most jön, mert ami eddig megtörtént, az megtörténik sajnos még másokkal is, nem tudom hány emberrel, de az, ami most jön. Szóval ott tartottunk, hogy te jársz ebbe a közösségbe, ebbe a közegbe, ott felületesen de megkapod azt, amire nagy szükséged van, és mégis üres vagy. Azt mondtad utoljára, hogy egy hihetetlen űr volt benned, és lelkileg roncsnak érezted magad. Ez klasszikusan az az élethelyzet, amikor Isten szokott szólni, érkezni és tenni valamit. Ez nálad hogyan történt? Az üres körökbe kerültem bele, és úgy alakult az életem, és hát így az élethelyzet, hogy belekevertek egy ügybe, és úgy alakult, hogy egy 10-15 évre börtönbe szeretnének zárni emiatt az ügy miatt. Ez volt így az életvitelemre így az íra a pont, mivel ez volt az a gyakorlatilag minden lehetőségemnek a vége, szerintem, hogyha valaki így épp a 20-as éveibe lép, és 15 év börtön büntetés áll előtte, akkor onnantól kezdve az egész életvitelének lőttek. És ott szembesültem azzal lényegében, hogy mindent, amit saját erőmből, saját dolgomból beletettem az életembe, az ennyit ér, és ide futott ki. Nem érezted kihasználva magad rettenetesen? Igazából sokkal jobban haragudtam magamra, mint hogy én így ezt így összetegyem így a környezeti tényezőket. Ott igazából eddig mindig minden felelősséget másra hárítottam, és mindig mutogattam, hogy ki nem miért. Nem is ördögre gondoltam, hogy általa kihasználva, nem segíteni. Ott még ezt nem éreztem. Ott még csak azt éreztem, hogy az egészért én vagyok felelős, és így én teltek. És szerintem ott először volt az egy olyan szituáció, amikor senki másra nem mutathattam rá, senki mást nem hozhattam kihibásnak. Ott voltam, hogy egyedül ezt én okoztam magamnak. Tehát és valahogy ezért is szerintem kerültem egy olyan helyzetbe, hogy önállóan, önálló egzisztenciával, mert így kerültem abba az egyedüli helyzetbe, ahol gyakorlatilag a tetteimért a felelősséget vállalnom kellett. És ott ezt így szembesültem vele, hogy a lelkiállapotomból, meg az életemből kifolyólag már nem tudok ennél többet kihozni az életemből, és ez egy olyan szituáció, hogy nem tudom megoldani. És ez egy vonaton döbbentem rá, ahogy éppen mentem be a rendőrségre is, és hát egy rabosításra mentem, ott döbbentem rá, hogy igazából mi is vár rám, ott egy erős szerhasználó voltam, és hát betépve mentem a rendőrségre, mert akkor normális pulzusszámmal és kinézettel tudtam létezni. Ugye ez a függőségnek már egy szintje, amikor az ember már csak a maga az anyagtól tud normálisan viselkedni, és hát ott jöttem rá, hogy a vonaton, hogy lesz drogteszt is, és én most oda haladok, és nekem még jó sok időre lenne szükségem, hogy ez egy tiszta tesztet mutasson. Ez ott érkezett meg benned. Igen, ott szembesültem azzal, hogy én most mifelé haladok, és most mi fog történni, és akkor tudtam, hogy nem fogok tudni szabadlábon védekezni, és a többi, és onnantól kezdve az én életem egy determinálva lesz. Több tényezője is volt, amire én most így nem térek ki, de az volt a lényeg, hogy tudtam, hogy ott egyenes irány a börtön. Hány éve volt ez? Segítséget kéne kérnem, feleségem jobban tudja, de 6 vagy 7 évvel ezelőtt, igen. 7 pontosabban, mert még nem voltam 21, mikor ez megtörtént. És akkor eljött a pillanat, amikor beléptél a rendőrség ajtaján.
Igen, beléptem a rendőrség ajtaján, és hát nagyon féltem, de ott a vonaton előtte nyilván mondtam az úrnak, hogy megpróbálom őt, mert így megszólított, hogy meg fog menteni a vonaton. Így magamban néztem, és akkor egy hang megszólított, hogy ha most megengedem neki, akkor meg fog menteni, ha rábízom most az életemet. Annyira Isten. Mire gondoltál akkor, hogy miből? Ebből a rabosításból, ebből a bűnügyi eljárásból, vagy az egész élethelyzetem? Az egész élethelyzetem volt. Tehát, hogy én a saját életemtől akartam már megszabadulni. Tehát azt mondtam, volt olyan reggel, hogy felkeltem, és azt mondtam, hogy nyissam ki a szemem, és én egy teljesen szürke, ha lehet akár csúnya, vidéki, valami nagyon nem ismert, valami nagyon, egy olyan szürke személy akarok lenni, ahol senki, semmilyen inger nem ér a világból, semmi, tehát hogy egy ilyen menekülés volt bennem. Én akkor láncdohányos voltam, és kidobtam a teli doboz cigimet a vonatomon, és azt mondtam, hogy most a mankóm az úr lesz, és nem a cigaretta, és most elmegyek, és most ezt meglépem. És itt igazából jeleztem az úrnak, hogy megpróbálom őt. És bementem, beléptem a rendőrségre, és ott egy elég szimpatikus ember így behívott, hogy akkor rabosít, és lefotózott, és ujjnanyomat, és minden, és amikor ott álltam ugye a teszt előtt, így nyilván így fel akart szökni a vérnyomásom, és így rám nézett, és azt mondta így, de hogy így egyáltalán nem volt emberi az arc kifejezése, hogy nyugodjak meg, minden rendben lesz. És akkor ott egy békesség így elárasztott, hogy minden rendben lesz. És Isten előkészítette. Igen, és ott valahogy ott azért nem tudtam ott hirtelen ott helyszínen meg is döbbenni, hogy minden rendben lett, és hogy mehetek tovább. Mert hogy szintiszta lett ez a tesztem. Ami hát mondjuk el, lehetetlen. Lett volna. Tehát, hogy igen. És szintiszta lett, és akkor én, amikor kiléptem a rendőrség ajtaján, ott akkor döbbentem rá, hogy én most így szabad vagyok. Tehát, hogy kaptam egy új lehetőséget az életre, és egyetlen egy dolog érdekelt onnantól kezdve, tehát szerelmes lettem abban a hangban, amit meghallottam a vonaton, és úgy voltam vele, hogy ilyen feltétel nélküli szeretettel még soha nem találkoztam, ez árasztott el, és így nem érdekelt semmi. Tehát mondhatni, ilyen első látásra lett szerelem ez a kapcsolat. Ugye te azért gondolom nem veszítetted el a kapcsolatot a hívő emberekkel, vagy hát biztos, hogy hallottál hívőktől, nem tudom, hozzászólásokat az életedhez, próbáltak segíteni, vagy csak elmondták a véleményüket. Mi az, amiben Isten máshogyan szólított meg téged, mint amit kaptál akár hívőktől? Ami a szívemben reméltem, hogy én csak egy ember vagyok, egy ugyanolyan ember, mint bárki, azzal a szeretettel tudott engem megszólítani, és ez másoknak nem ment, mert mindig látták a külsőm, mindig látták a külső adottságaimat, a terheimet, a gondjaimat, és nem tudták ezt a dolgot ketté választani, és valahogy mindig az ő kontextusokból egy bűnös embert éreztem, aki lehetetlenség, hogy ennek az egésznek megfeleljen. Maga a hang azt a közvetlenséget közvetítette, hogy semmi akadálya nincsen már, hogy mi együtt legyünk. És ezt éreztem, hogy nincs, úgymond nincs velem semmi baj ahhoz, hogy engem szeressen. És nem nekem kellett magamra mondom a figyelmét, bármivel, hanem ő már egy első lépésre teljes szeretettel közelített meg, és ez ragadott meg. Több olyan emberről hallunk, akik elég komoly dolgokból tértek meg, bűnöztek, csaltak, házasságtörők voltak, és még lehetne itt ezt sorolni, de azt ritkán halljuk, amikor valakinek a szexuális orientációját, beállítódottságát is megváltoztatja a megtérés, amiről igazából, hogyha belegondolok, hogy megtérés, megfordulás, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, hogy ez benne kell, hogy legyen a pakliban, hogy ez megtörténik, de mégis ez ritka. Miért ilyen ritka ez? Hát elsősorban a megtérésem elején ez egyáltalán nem volt számomra ilyen egyértelmű, vagy világos, hogy ezt most így Isten bele fog nyúlni,
megváltoztatja, valahogy teljesen elvitte a fókuszt másra, mint hogy volt egy-egy kérdeztem, hogy most uram, mi lesz, hát még a férfiak tetszenek, ők hozzájuk vonzódom, tehát fizikailag érzem, hogy van egyfajta olyan rablánc, ami így hozzájuk köt. Tehát, hogy ebből is akar kihozni az úr. Éreztem ezt, hogy nem oké, viszont azt is éreztem, hogy most így, vagy hát így tapasztaltam is, mert nem csak így érzelmi területen láttam ezt, hanem így meg is tapasztaltam, hogy az úr azt akarja, hogy most helyezzem másra a fókuszt. Tehát ne akarjak addig elmosogatni, ameddig nem ettem meg az ételt, tehát hogy ne cseréljem fel a dolgokat, és hogy ezt akarta megmutatni nekem, hogy először ismerjem meg őt, hogy értsem meg, és ahogy mondja is az igaz, hogy értsem meg, és lássam meg, hogy jó az Úr, és nekem ez kellett, hogy meglássam, és utána nyitott legyek az erejére, és hogy ez megváltoztatja az embert, és hogy ne a feladatot lássam, mert szerintem ott véreznek el sokan, hogy fú, most aztán nagyon meg kell, oda kell tennem magam, és most meg kell mutatnom Istennek, hogy mivel ő megmentett, én most aztán megváltoztatom magam, és szerintem itt van az elvérzés, mert óriási pszichés akaratok vannak. De ez jó más teher is. Igen, mert közben amúgy az Úr azt mondja, hogy igazából az ember képes arra, hogy a saját terheit hordozza, viszont nem erre van kitalálva, hanem Krisztus ezért jött, hogy a mi terheinket hordozza. Tehát azért szólított fel, mert mi automatikusan úgy gondolkozunk, hú, ez az én dolgom, ez az én terhem, ezt nekem kell megoldanom, ezen nekem kell változtatnom, és erre szólít fel, hogy na pont nem ez a feladatod, na pont nem ezt kell csinálnod. És akkor rájöttem arra, hogy igazából azt kerestem, hogy a változásban mi az én feladatom. Mert azt láttam, hogy a Szent Szellem lesz az, aki minden igazságra elvezet, ugye ezt olvastam az igéből, és én úgy voltam vele, hogy ez egy vezetés, és igazából tanultam vezetni, és a mellettem lévő sofőr mindig mondta, hogy jobbra-balra, index, kicsit lassítsak, kicsit gyorsítsak, akkor tudtam, hogy ez ilyen másodperc töredékei alatt ez egy vezetés, és nem látom, hogy merre megyek, de mennem kell. És akkor rájöttem arra, hogy igazából az én dolgom az, hogy figyeljek. És az, hogy A pontból B pontba eljutunk, az ő vezetésén fog múlni. És rájöttem arra, hogy a minden belső problémám, ami én nem tudok változtatni, érzelmek, orientáció, ilyen dolgok, ezeket mind Isten ereje fogja megváltoztatni. Mind az ő csodája, az ő ereje. Például azt a szinte sejtszintű beállítottságot, hogy a férfiak vonzanak, vagy a nők vonzanak. Igen. Mert hogy ezt aztán emberi erőből... Nem. És én azért mondom, hogy azért ez enyhe túlzás, hogy egyházi szinten elvárunk így emberektől, hogy így mondjanak. Az Úr nagyon őszintén fogadja ezt a dolgot, látja az ember, mert látja a szíve mélyébe. És én ezt nagyon sokszor megmondom, hogy nem az a lényeg, hogy mit érzel és mit gondolsz, hanem az ige is mondja, hogy te döntöd el, hogy ezekből az érzelmekből, gondolatokból mivel azonosítod magad. Ha te elfogadod és azt mondod, hogy ezek az érzelmek az enyémek, és ezzel azonosítom magam, akkor te az vagy. De én eldönthetem, ahogy eldönthetem azt is, hogy miről gondolkodom, vagy hogy mit engedek be az életembe, mert hogy impulzusok folyamatosan érnek. És akkor döbbentem rá, hogyha változik a környezetem, vele változok ugye én is, és alakulnak így a dolgok, akkor gyakorlatilag így kijöttem abból a fajta környezetből, amiből éltem, bekerültem egy tök másik helyszínre gyakorlatilag, a keresztény közeg, keresztény értékek vannak, nyilván más is a jövőkép, nyilván egy családmodell van benne, és idegenné kezdett el válni mindaz, amit az érzelmeim, vagy akár az ilyen kísértések próbáltak rám helyezni, mert belenéztem a tükörbe, és már nem tudtam azonosítani magammal. Idegennek éreztem. Úgy voltam, hogy egy kicsit ilyen skizofrén állapot, hogy így valahogy így nem akarom, így nem illik hozzám. Most azt mondod, hogy gyakorlatilag
lépésről lépésre megszűnt benned a szexuális vonzalom a férfiak iránt? Igen, így először én magam változtam, és akkor jött az, hogy közben jöttek ezek az érzelmek, és nem egy ilyen vágyat, hanem egy ilyen dühöt, egy ilyen undort váltott ki belőlem, hogy most miért ez? Mert hogy én nem érzem már ezt önazonosnak. Én azzal érzem magam önazonosnak, amit az ige vagy Isten állít rólam. Én az vagyok, én érzem azt, és látom azt, hogy az vagyok. Hiába jönnek ilyen érzelmi impulzusok. Én szabad akaratomból ahhoz akarok közel állni. Nem azért, mert egy óriási lelki ismeret mond, hanem azért, mert azt nézem, és ha arra nézek, akkor boldog vagyok. És azt tudtam mondani, hogy tessék, itt van, ez nem én vagyok, te sem raksz vele össze, én is rakom össze vele magamat, akkor most vedd el, és az Úr azt tudja elvenni, amihez én nem ragaszkodom. Ezek a kísértések, érzelmek, ezek megszűntek, és így ilyen területen teljesen kiüresedtem. De hogyan lesz ebből vonzalom a nők iránt? Igen, ez egy érdekes dolog, amikor így nagyon, úgymond így megszűntek ezek a dolgok az életemben, akkor ugye, hát így az Úr így elég viccesen így elkezdte így adagolni nekem, hogy hát én úgy gondoltam, hogy jó, akkor ez a vonzalom az életemben így eltűnt, és akkor most tökéletes. Igen, de úgy nem, mivel nem tudtam, hogy ez milyen, nem vágytam rá. Szóval annyira nem érdekelt. Láttam, hogy jó, meg nem tudom, a család úgy érdekelt, úgy maga a családmodell fazon, de hogy most nő, meg szexualitás, ez még nem. Még akkor sem hitted, hogy ez megtörtént. Nem, egyáltalán nem. Sőt, hát én ugye mondtam, hogy nem, tehát, hogy én ezek után még én képes voltam magamat bekorlátozni, és azt mondani, hogy hát most én gondoltam, hogy ez a csoda már nem fog velem megtörténni, bőven legyen elég, hogy ebből kijöttem. És akkor az Úr elkezdte felém adagolni azt, hogy készen állok, és hogy keressek magamnak párt, és hogy legyen. És most nyilván persze nem olyan volt, hogy leült mellém a kanapén is. És akkor beszélgettünk. Éreztem is, és jöttek az olyan üzenetek, tanítások, baráti beszélgetések, amin éreztem, hogy belül valami megmozgott, hogy lehet, hogy tényleg kell. És akkor én ráengedtem magamat a vízre, és volt egy elképzelésem, hogy hogyan lesz nő az életemben. Ezek az elképzelések kiégtek, hagyta az Úr, hogy kifusson, és utána az ő elképzelései kezdtek el jönni. Akkor már a nők iránt érdeklődés, vonzalom, ami nyilván több síkon, az ugyanolyan természetes volt számodra, mint korábban a férfiak iránt? Nem, így szexuális vonzalmat egyáltalán nem éreztem, ugye azért hozzátartozik az, hogy én már nem voltam egy parázni ember, tehát nekem nem a szexualitás volt az alapgondolkodásom, tehát nem abból indultam ki, nem az volt a lényemnek az alapja. Az volt bennem, hogy ha találok egy olyan nőt, aki az érdeklődésemet felkelti, és fogok érezni valami pluszt, ami lehet, hogy nem szexuális, viszont vonzalom, vonzódok a személyiségéhez, és időt akarok vele tölteni, és feldob, akkor ez egy jel lesz, és az Úr hozzá fogja adni azt, amit én fizikailag nem tudok hozzátenni. És ez így alakult, és folyamatosan imádkoztam, miközben ismerkedtünk Noémivel, és éreztem, hogy az Úrtól van, hogy mi így együtt vagyunk. Jó gyümölcsei voltak, jót hoztunk ki egymásból, jól éreztük magunkat egymással. A harmadik randin bevallottam az egész múltamat, hogy volt, és na, nekem... mit mondott? Igen, ez egy érdekes. Szólalt meg utána. Érdekes volt, mert csöndben hallgattam, még végig mondtam, és nekem egyetlen egy kijelentés így volt bennem, hogy az a nő lesz a feleségem, aki erre jól reagál, és ott. Biztos féltél is, hogy fognak reagálni. Nagyon félelmetes, borzasztó nehéz volt, szóval aki már esett át ilyenen, az teljesen megértem, hogy élete legnehezebb pillanata volt, és ott elsírta magát, mikor mondtam, és akkor én vágtam is a fejeket, hogy jó, hát akkor épp autóba ültünk, mondom, jó, rükvárc, akkor hazaviszlek, mert jó, semmi gond, nem felkészültem, hogy ez lesz.
Ja, és félreértetted a sírást. Én félreértettem, és akkor megfogta a kezem, és mondta, hogy nem menjek sehova, mert hogy őt így igazából így csak így megérintette ez az egész történet, és ő eddig is gondolta, hogy különleges személy vagyok, de most aztán, hogy így az Úr ilyen hatalmas dolgot cselekedett az életében, egyszerűen tudja és érzi, hogy ez egy csoda, és hogy ez fantasztikus. És én ott abban a pillanatban igazából már belül tudtam, hogy 3 alkalmat találkoztam ezzel a nővel, de ez a nő lesz a feleségem. Ezt én nyilván nem mondtam neki, mert erre egy nő, hogy elroham vagy megijed, de hogy én ezt belül így tudtam. Tehát, hogy én innentől kezdve én néztem a szemébe, hogy én ezt tudtam. És nagyon sok támadás jött, hogy én ezt így rosszul érzem, és nagyon sok harcos ismerkedésünk volt, még egyáltalán ez így eljutott a házasságig. Nagyon sokat imádkoztunk, és gyakorlatilag szellemileg nagyon sokat fektettünk így a kapcsolatunkba. Közösen épültünk az Úrban, és nagyon, nagyon ezt kerestünk, így az Úr így védelmezze meg ezt a kapcsolatot. És sok támadáson keresztül mentünk. És hát velem az a fizikai változás, ez kifejezetten a nász éjszakámon ért be. És mindig kérdeztem az Urat, ismerkedésünk és jegyességünk alatt is, hogy nagyon szeretem, nagyon vonzódok hozzá, tehát hogy szükségem van rá, le akarom lejönni az életemet, de hogy ott miért nem mozdul meg lent valami? És azt mondta nekem az Úr, hogy már nem vagy parázna ember. És csak ennyit mondott, és én ezt így nem értettem, hogy most ez miért lenne paráznaság. És akkor értettem meg utólag, hogy így nyilván a nász éjszakára ugye mentünk, és hát ott ugye eléggé több minden feszültség, az egész életem feszültsége ott abban az éjszakában úgy gondoltam, hogy a saját teljesítményem, és ott egyedül maradok, és mivel szexuális dolog, ott nem lesz az Úr, csak én leszek, meg ő is, akkor magamra maradok. És úgy be is feszültem, tehát, hogy nem működött semmi. És akkor én ott a nász éjszakán teljesen összetörtem, és mondtam, elkezdtem így az Úrnak mondani, hogy hogyan engedtettem meg, hogy most nem csak az én életem, de már másit is tönkretegyem, és hogy az egész egész változásom, az hogy lehet, hogy most itt cserben, hogy soha nem, én nem éltem ezt meg, hogy lehet. És akkor ott megéltem azt, amiről Ádám is beszélt a Bibliából, hogy a férfi elhagyja az ő apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, mert ott abban a pillanatban a feleségem megragadta a kezem, és azt mondta, hogy értsem meg, ha egész életünkbe kell próbálkozni ahhoz is, hogy egyetlen egyszer is akár összejön, hogy mi együtt legyünk, akkor is a világon a legboldogabb nő, mert ahhoz ment hozzá, akit szeret, és akit az Isten kijelentette, hogy az ő párja. Ő nem fogja feladni ezt soha, és hogyha ebből áll az életünk is, ő akkor is tökéletesen boldog lesz. És mondta, hogy nem az a feladatunk, hogy megijedjünk, vagy hogy féljünk, hogy mi lesz most az életünkben, hanem most kell odaállni, és most kell megmutatni a sátánnak, hogy már mi pedig nem törünk meg, és ebben a helyzetben is az Urat választjuk. Ott abban a pillanatban rádöbbentem arra, hogy kit is adott nekem az Úr, és egyszer csak így a vonzódásom felé, ahogy ezt a falat lerombolta, szexuálisan is beindította az egészet, és annyira megkedveltem, annyira megszerettem, a szívembe annyira bekerült, hogy ez teljesen hatással lett rám, és végül, ahogy hatással lett rám, és így kibontakozott, ott abban a pillanatban életemben megéltem az első olyan szexuális élményemet, ahol a másik a fontos nekem a szexualitásban is, hogy a másik élvezze, és a másiknak legyen jó. Tehát ezt megéltem, és hogy minden fajta elvárás nélkül át tudom magam adni neki. És ez a szerelem, ez a fajta összekötés, egybefonódás gyakorlatilag, ezt ott éltem meg, és ott értettem meg, hogy mi a szexualitás, és a szexualitás az nem egy ilyen, az Úr nem úgy adta, hogy,
hogy simán csak úgy megkívánjunk egy nőt az utcán, vagy elfantáziáljunk, hanem akivel teljes belső egységünk van, azzal fizikálisan is erősítsük ezt az egységet, és hogyha kicsit úgy tanulmányozunk a Bibliát, akkor rájövünk, hogy amúgy a világ gonoszsága miatt van ez, hogy egy férfi több nőt is meg tud nézni, és tud vonzalmat érezni, de normális esetben csak egyetlen egy nő iránt kéne ezt éreznie, és én ott ezt így tisztán megéltem, és hála Istennek ez a mai napig is nyilván egyre erősebb és mélyebb, de hogy ezt meg tudom élni mellette, és ettől más ez a változás, és ettől más ez a fajta szexuális irányultság, mint amiben éltem, hogy ebben én kiteljesedek, és ebben van egy társam. Tehát, hogy egy nagyon más szemléletet adott az Úr, és örömöm lett a szexualitásban is. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. Úgyhogy ezt így a feleségemmel megéltük, és erre mint bizonyság ezen állunk. És a mai napig is erre építjük az életünket, hogy ott akkor az Úr összekötött bennünket, és ezen stabilan állunk, és a hűség nálunk nem egy opció, hanem egy tény, hogy hűségesek vagyunk egymáshoz, mert ez minden nap, minden alkalommal Isten által meg tud újulni. Nem véletlen, hogy hosszú percek óta nem szólaltam meg, a kérdező kíváncsi riportert kiölted belőlem, de ez így volt jó, mert itt most nincs kérdés. Tehát amiket most itt a végén elmeséltél, és ahonnan ez jön, érzem, nincs kérdés. Köszönöm, hogy itt voltál, Dávid, és sok-sok boldogságot nektek. Köszönjük szépen, köszönöm. Hát ami bennem most így nagyon-nagyon erős, az az, hogy ha akár magunkban, akár valaki másban érzünk valamit, ami egy szálka, egy gerenda, vagy valami, ami rosszat tesz, és nem az Úrtól van, akkor lehet, hogy nem arra a konkrét problémára vagy bűnre kell rögtön ráfeszülnünk és fókuszálnunk, hanem ha az Istent keressük, akkor ő át fogja ezt formálni bennünk, és meg fogja ezt változtatni bennünk. Óriási bizonyság Dávid és Noémi bizonysága, és nagyon köszönöm, hogy önök ezt végighallgatták. Legyen ez önöknek is áldás, viszontlátásra!